Üdvözlök mindenkit! Kerítésépítés lenne a teendő, vagy hát az a teendő, mert Robert állandóan elkószál, és csinálunk egy ilyen kis karámot, mint a kutyusoknak, hogy ne szaladgáljon el. Úgyhogy hát vannak ilyen kerítéselemek, és ezeket a kerítéselemeket, ez 150 hosszú és 70 centi magas, és ezt vettük Naturba, már le van festve, és 11,90 € adtak egy ilyet. Hát én úgy vagyok vele, hogy kínlódjon vele az, akinek két anyja van, én inkább megvettem a boltba, hiába vagyok asztalos, nem fogok itt szegezgetni 70 millió szeggel, meg ilyesmi. Úgyhogy hát ezt így ide kell varázsolni, ahhoz meg ilyen kell, aztán kell oszlop, függőlegesen, meg kell hozzá az oszlopot, itt Finnország eléggé sziklás, úgyhogy meg ilyen szar a talaj, úgyhogy az oszlopot nem nagyon lehet leütni, ezért itt szoktak használni ilyen, mindjárt megmutatom, egy ilyen szerkezetet, ezt az ember leüti a földbe, beleállítja az oszlopot, oldalról belecsavarozza, és kész. És akkor így igazából most már csak csavarozgatnom kell. Ott van a többi rengeteg kerítésnek való anyag, azt már ezeket már Zsuzsi már lefestette. Ha lesz hozzá humorunk, akkor még egy második sort is fog kapni a helyém. Úgyhogy, na de hát megkérdezzük Zsuzsit, hogy milyen volt festeni. Hát lefesteni elég fárasztó volt, meg is fájdult tőle a nyakam, de az a lényeg, hogy készen mind a 7 darab kerítés, amit le kellett festeni. Úgyhogy most fogjuk szépen összerakni őket. A fiúk nem látszódtak, úgyhogy ennyi. Közben itt amúgy te szárad, Zsuzsinak a hobbija, hogy mit csinál ez itt? Miért lóg itt a kötött cuccod? Ja, azért, mert nemrég gőzöltem ki, ez a legújabb zokni, ami elkészült. Az a neve, hogy a vidéki lány, és most készítettem róla pár fotót, hogy az Instagramra fel tudjam rakni őket. Szóval, hát nekem az autószerelés a hobbim, Zsuzsinak meg a kötés. Kötés mindenfélét köt. Instagramon meg lehet nézni, meg van YouTube csatornája is Zsuzsinak, arra is. Igen, kettő is. El lehet látogatni, és meg lehet nézni, hogy hogyan köt ilyen. Ez egyébként pont csipke minta. Ilyen, na, nem nagyon látszik, hogyan köt ilyen csipke mintás zoknit, meg csipke mintás minden. Igen. Hozzá kezdek a kerítés építéshez. Először is megnézem, hogy nagyjából meddig kell érni az oszlopnak. És itt ezt el is vágom, mert a többi már fölfele már nem kell. Na. Készen van. Előfúrok neki, hogy ne repesszem szét a fát. Mi van, Robert? Apu fúr. Függőleges a másik kerítéshez nézem. Hát, ha az egyenes. Kamera nem adja vissza, de nagyon nagyok a domborzati viszonyok. Úgyhogy, hát csalok, folyamatosan csalok. Mert azt nem csinálhatom, hogy itt hozzáér a magas ponton a fűhöz. Alul meg, ami lejjebb van, itt meg maradt 10 centi hely, mert, vagy 15 centi, mert akkor alatt átkúszik Robi. Úgyhogy hát muszáj egy kicsit
görbére felraknom. Itt is előfúrok, hogy ne repessze szét. A lusta ember fúróval csinálja. Pedig van csavarbehajtóm, de majd mindjárt lehet, hogy kihozom. Van egy marha nagy görcs. Úgyhogy óvatosan bánunk vele. Na jöhet a következő, de itt már nem a kerítéshez fogok fúrni, hanem le kell verni azt a bizonyos cölöpöt. Csak érintőlegesen ütöm le, mert még leütöm még a másik végén. És utána, ha minden jó, akkor lefixáljuk véglegesre és leütjük teljesen. Nem, még hozok még egyet. Meg még azt is figyelni kell, hogy 150 centi, azt hiszem. Úgy emlékszem, hogy pontosan 150 centi. Igen. Na, ezt már nem jól ütöttem le. Már arrébb kell rakni. Felesbe kell, hogy legyen. Így. És utána jön a következő. A poszt azt majdnem eltaláltam. Na, hát nagyjából. Hát pillanatnyilag ennyire jutottam, hogy itt van kettő darab egész, meg itt van egy olyan, amelyik egy picit le kellett belőle vágni, hogy meglegyen a telek határ, és így fog futni a többivel, amit nem lehet látni, mert mindenki ilyen drótkerítést csinál. És itt a másik sarok. Ez. És ott meg útban lesz ez a fa. Nem baj, megoldjuk. Lefestettem még három darab, hát egy sorra, elég hitvány még, de majd kap többet. Szóval három darabot még le kellett festeni, plusz még három darab oszlopot, meg van még kettő darab szög. Itt vannak a maradék kerítések. És közben meg itt Zsuzsinak itt összelöktem egy ládát, egy ilyen veteményes kis ládát. Olyan 200 liter föld ment bele. Egyszerűen ilyen colos anyagból be van fenekelve az alja, és ugyanilyen. Úgyhogy, hát ennyi. Azóta már be is van vetve. Thank you.
Sétáljunk arra, gyere. Na, úgy. Na, faszulj! Na, milyen jól néz már ki. Nem? Úgy. Na hát így sikerült építenem, betonozás és alapozás nélkül, és 200 euróból kijött az egész, még a következő réteg festékkel együtt is. Úgyhogy, hát ez ilyenre sikerült ennyiből. Szerintem aranyos, Zsuzsi ragaszkodott hozzá, hogy ez milyen szép, de nekem tetszik. Ott alul még hozzá se csavaroztam, itt. De hát, se baj, ezt még később még megoldom. Ezt a leüthető cölöpöt, ezt lehet venni nagyobbba is, jóval nagyobbba. Itt lehet látni, hogy az 5x10-es oszlopnak is az van, ugyanez a leüthetős. A féleresznek a tartó oszlopa, az hát az ilyen betonba rakhatós, de az is az. Az is hasonló. Nagyon megkönnyítette a feladatomat, így sokkal hamarabb kész lettem, hogy nem kellett ilyen betonalapozást csinálni, meg szóval ez egy egyszerű kis, könnyű kis kerítés, úgyhogy úgy van megcsinálni, hogy pont át tudjam lépni, úgyhogy a zacsit nem csiklandozza közbe. Ennyi pont, úgy lett kitalálva a magasság. Már csak ide alulra kell beraknom még egy sor deszkát, ott azt folytatni kell, azt a fennállót, azt ott, és akkor még egy sor deszkát, mert itt még van kb. 18-20 centi, ott még átfér Robi, úgyhogy még nem teljes a korán, de nem sokára készen van, az már hamar megvan, ott is végig, szomszédban ne tudjon átmenni. Bár ez egy kis zsebkendőnyi kis telek, kb. Egy olyan 50 négyzetméter az egész, mert még itt még belül is van, és aki külföldön él, az tudja, hogy mekkora érték egy ekkora telek. Hát nagyon-nagyon nagy, nagyon meg kell fizetni ezt a úgymond kiváltságot, hogy az ember nem a hatodik emeleten lakik, és van egy kis nyomorult erkélye. Úgyhogy mi örülünk ennek, hogy van ez a kis pici kert, és lehet itt bohóckodni, kerítést építeni, meg veteményes ládát, meg füvet nyírni, meg ilyesmi. Na jó van, majd a következő videóban találkozunk. Szevasztok!